Na gyerünk, filmezünk egy kicsit. Szóval még szét lesz szedve, mert kicsikét itt-ott még meg kell csinálni, szóval ki kell igazítani, nincs. Itt ki kell igazítani, itt is ki kell igazítani ezeket. Látjátok, nincs összeszegelve, csak rá van téve. Ops, nincs összeszegelve. Itten, ja itt hiányzik még a csapolás. Na, szóval az aljába van idegen csap rakva, bele lett furva alulról, meg ebbe is, és bele lett rakva egy idegen csapolás. Az alja az úgy van megoldva, a teteje pedig csak ennyire van összecsapolva. Aztán hát most nem ez a lényeg, hoztam veszőt, és kaptam virgácsot bőven. Itt lesz megcsinálva majd ez a patikfal, vagy hogy a francba hívják. Nem is azért akartam most kijönni, csak ezt csak meg akartam mutatni, hogy így néz ki. A tető meg van csinálva, össze van csapolva, de az még a Zolinál van bent szobába. Máma csinálja a csapolását a fogópároknak. És igazság szerint csak a neve fogópár. Na mindegy. Szóval azt csinálja máma. Aztán majd látjuk tovább. Én meg hozzá kezdek lebontani a régit, hogy legyen anyag. Még mindig virágzik a borsó. Meg akarok valamit mutatni. Lehet, hogy már elszivárgott a víz, nem tudom. De tegnap kimentem, mondom, megnézem már, hogy el tudom ültetni azt a rengeteg kökényt, amit hoztam. Az a helyzet, mióta kiástam, egyfolytában esik az eső. Úgyhogy el akartam ültetni. De nem lehet, mert akkora sár van, hogy az na. Na, itt metszettegettem le, meg még, ha nem mindet sikerült elvinni egyszerre, meg még lesz is, lemetszegetem, viszont kullancsot sikerült összeszednem. Rohadjon meg, kullancsok. Na, szóval, nem látjátok, én csopogok itt a vízbe. Szóval, ez nem éppen izé, nem túl jó. Halljátok, locsog a lábam alatt a víz. Tocsog, vagy hogy mondják. Szóval, hát úgy látom, hogy de, még mindig ugyanaz a helyzet, mint tegnap volt. Hát valamennyivel lejjebb ment a víz. Nézzétek! Szóval az ültetett gödrökbe áll a víz. Szóval tegnap állt itt a víz mindenhol. Az összes gödörbe állt a víz. Szóval ez nem akkora sár van, hogy csodálatos. És itt kéne ültetni, ide közé. Kéne rakni mindenhol a kökényt. Nézzétek, áll a víz. Hát ez így nem. Ez így nem állapot. Ez így nem okés. Hát megnézzétek, még lejtőn is vagyunk. Mégis megáll a víz. Ez így nem. Nem viszi. Ennek van még levelecskéje. Szóval azoknak a növényeknek, amiknek nem számít, hogy ilyen vizes, nem fog számítani, de sok növény van, ami ezt nem szereti. Szóval a gyümölcsfák kimondottan nem szeretik az ilyen pangó vizes szart. Úgyhogy lehet, hogy lesznek fák, amik
ki fognak pusztulni ettől, ez a pangó szartól. Itt van közt egy ilyen vízelvezető, úgyhogy ez szerintem meg is lesz itt hagyva. Be akartam temetni, de még lehet, hogy nem úgy betemetem, hanem még ások ide, vagy húzok izével, traktorral, húzok a fákhoz környékére ilyen vízelvezetőket, mert hát ez nem állapot, halljátok. Szóval tényleg szeretek itt lakni, meg minden, de hát ez az ocsmány egy agyagos szar, hát ez nagyon nem tetszik. Ez nem viszi. Na. Nagyon nem viszi. Szóval ezt akartam megmutatni. Igazság szerint csak. Majd. Na most jönnek majd hidegebbek. Szerintem az esőzés megáll. Azt akkor áttérek azokra a munkákra, hogy ezeket a bozótokat itt megszüntetem. Szóval ezek a szilvák, amik semmire nem jók, visszább lesznek vágva. Nagyon hát ez nagyon nem jó, ez a pancsolás itt. De ez a fekete málna, hát ez csodálatos, hogy ez mekkorára nőtt. Ide kijött, nézzétek meg. Hoppala! Szóval ezt be kell rakni vissza, hogy visszamenjen. Hát ez csodálatos, hogy ez mit csinált, ez marha nagyot nőtt. Én nem tudom, ez nagyon, nagyon beindult. Na, jó van, ez van. Elkezdem lebontani a másikat, az üvegházat. Ja. Most a gázzal is szórakozok, mert szóval sokkal többet fizettem a gázra, mint amennyit elhasználtunk, és na most szóltam nekik, hogy vegyék lejjebb a használatunkat. Lejjebb is vették, meg küldtek a csekket, ha nem fizettem. Hát hogy ne fizettem volna? Hát kifizettem, azt most ezt akartam intézni velük, de nem tudom, mert a gáznak az oldala, az MVM-nek az oldala állandóan beszarik, lefagy. Aztán jön a jelzés, hogy hát probléma van, menjen vissza az első oldalra. Hát bazd meg, már 6-szor visszamentem az első oldalra. Most ebben szórakozzak egész nap, inkább hagyom a francba. Csinálok valamit, aminek értelme van. Ma reggelire fekete retket ettünk. Fú, de jó az ilyenkor tél idején leszedni valami kis finomságot, ami saját kertből származik. Még van amúgy másik fajta retkem is. Még van ez a másik retek is. Ezt nem érdekes, hát ezt minden évben. Most második évben próbálkoztam vele, most le is volt takarva, és mégis nézzétek meg, úgy szétrágták ezek a valamelyik pillangónak a, hogy hívják, a csírái, pedig le volt takarva, szóval hogy ne tudjanak belemenni, és mégis. Hát most arra fogok reménykedni, hogy télen ezek nem tudnak ma itten tovább jönni-menni, aztán
egy kis szerencsével megfejlődnek tovább, még a belseje. Ennek aztán lesz belőle egy kis nyami-nyami. Szóval várjátok, mindjárt belevilágítok oda. Nem világítok. Ott is van egy nagy retek. Hú, az fel fog magozni, akkor azt hagyjuk. Annak majd leszedjük a magját. Ott is egy retek. Nem látom ám, hogy beleláttok-e oda. Vagy nem. Ez majdnem jó lett, de ez is meg lett rágva, nézzétek meg. De nem találtam ám rajta semmit. Tavaly találtam, tavaly láttam a kis zöld tetveket, akik nem tetvek voltak, hanem ilyen zöld gilinyák. Most nem láttam semmit. Viszont ez a saláta, ez jól néz ki. Szóval kb. Így kéne kinézni az összes ilyen salátának. Jövőre megpróbálkozok másképp velük. Nagyobb területen. Úgy kicsit lehet hamarabb elvetem. Mindegy, hogyha üvegház lesz, akkor egyszerűbb lesz az ilyesminek a megtermelése. Majd meglátjuk, hogy mi hogy lesz, nem? Jövőre. Most egyenlőre, hát alszik a kert, alszik már. Már majdnem, hogy alszik. Mutatok nektek valamit. Imádom. Ezt a szomszédtól hoztam. Ezt a virágot. Ez télen virágzik. Egyszer télen virágzik, és csak elszóltam magját. Azóta persze már szaporodott. Hát a kutyák nem taposnák ki, akkor nagyon sokkal szebb lenne. De majd csinálok én ide valamit, hogy a kutyák ne tudják ezt állandóan letaposni. Aztán, szóval egyszer télen virágzik, egyszer meg, ja, hát ilyen, mit tudom én, tavasszal, nyáron is, nem nyáron, nem, tavasszal, ősszel, tavasszal virágzik, az biztos, télen is virágzik, szóval kétszer virágzik, nagyon jó kis ezért. De azt tetszik nekem a legjobban, hogy van neki egy téli virágzása, és isteni illata van. Szóval nagyon jó illatja van. Nagyon jó. A ceglédi Orsi barátnőm az ígért nekem ebből egy másik szint is. Na jó van. Leteszem a kamerát. Aztán elkezdem csinálni a bontást. Nézzétek meg, de nem csak itt van, hanem kint is van. Itt van. Jó kis szedett, amúgy 100 tő. De hát akkor a sár van, hogy nem lehet ásni. Na, ásó nyomnál, ott van a víz azonnal, és azonnal telefut az egész vízzel. Szóval csak pocsékolás ott a vízbe benne. Nem szórakozok vele. Ja, máma vetettem, ezért is. Én iskoláztattam a kakimnak a kakinak a magját. Elvetettem egy vödör homokba. Hát a tetejére dobtam azért földet is. De hogy tudjuk, hogy itt van kaki. Három vödör van. Ami iskoláztatás. Az egyik az nem jut eszembe a neve, a másik az galagonya van benne. Most a kaki, mi a harmadik? Nemrég csináltam azt is. Milyen fának a magját raktam bele? Hát majd ha kinő, akkor úgy is tudom, hogy mi az. Meg filmeztem, úgyhogy előbb-utóbb is rájövök. Micsoda, galagonya? Az biztos, hogy galagonya. Mi volt a másik? Gondolkoznom kell, hogy hol jártam, és milyen fának a magjait szedtem össze. Nem tudom, majd kiderül. Ha ki kell, akkor úgy is kiderül.
Kicsikét zavar, hogy nem tudom. Kicsikét zavar. Nem baj. Majd kiderül. Ha kinő, kiderül. Ha nem nő ki, akkor meg úgyis mindegy, nem? Hogy mi az. Meg majd eszembe jut. Na, kicsi update-eljünk már, jó? Most, hogy faszán befagytunk. Végre. Elállt az eső. Lehet megint csinálni valamit. Szerintem én bontom tovább mindjárt eztet. Meg elpakolok. Aztán majd jön a Zoli, azt csináljuk tovább. Össze kéne állítani most már a kulipintyót. Na. És már reggel loptuk a napot. Kis madarak esznek. Jaj, de jó. Rengeteg madarat csalogatok ide. Mutatok valamit. Tegnap elültettem a kivákokat. Végre valahára jutottam odáig nyakig érő sárba. Elugassál van kurva anyád! Ja, már elnézést. Szóval nyakig érő sárba elültettem a kökényt. Hú, nem volt egyszerű, nem azt mondom, hogy egyszerű volt, nem volt egyszerű, de sikerült. Mégis 80 darab lett, hát valamivel több, de 80 nagy lett, aztán a végén még volt egy narékkal ilyen kisebb, apróbb, és akkor azokat fogtam és egy helyre tettem. Na, ide leszúrtam egy párat ezekből, hátha megfakadnak. Most az lesz a következő, hogy kapok majd vadcitrommagot, meg hogy hívják, hogy csipkebogyót. Csipkebogyót fogok még közé ültetni. És akkor meg lesz az egész. Ahogy szeretném. Ja, amúgy sokan lemaradtatok. Szerintem, aki nem jött be az élőkbe mostanában, nem is lesz élő, máma megint nem lesz. Fáj a hátam. De be van gyulladva a lapockámnál valahol alotta. Nagyon szar helyen, mind a két oldalon. Na, szóval akik lemaradtak, azoknak elárulom, hogy autóvásárlás előtt állok. Kis teherautót akarok venni. Platósat. És hát, hogy számoltuk az asszonnyal, amennyi fuvar költségeket itt ki kell fizetni mostanában. Meg ami mi mennyibe kerül, hamar meg fogja téríteni az árát. Na. Nézzétek meg. Így néz ki. Még mindig. Tegnap már elvezette minden a vizet, úgyhogy valamivel kevesebb lett. Mindenhol áll a víz. Szóval itt még nem. Itt még nem ültettem közé, mert megmondom miért. Ez itt a homoktövis. Itt a elején a homoktövist akarom szaporítani. Adja ki magát. De innentől kezdve kezdődnek a kökények. Szóval látjátok, hát ilyen, mit mondjak, 30 maximum 40 centinként raktam kökényt. Szóval nem csak kökény van, hanem van közte itt ott egy vadalma, vadkörte, nem sok, de van közte, szóval akad az is. Na, nem megyek tovább felesleges, szóval teljesen így bezárólag beraktam kökényest. Hideg van a kezemnek, de hát nem tudok kamerázni, csak akkor a kesztyű nincs rajtam. Majd mindjárt elkezdek dolgozni, és akkor lesz a kesztyű, nem lesz kamerázás.
Na, ez meg nem tetszik, ez eldőlt. Szóval vízbe, látjátok? Megdőlt. Kajak megdőlt a vízbe. Megpróbálom betaposni egy kicsikét. Azért érdekesnek. A teteje meg van fagyva, az alja meg tiszta sár mindennek. Jaj! A fa, amit meg van, nagy része vizes. Olyan vizes, hogy nem lehet üzelni. Még már köbméter fát félretettem, mert nem lehet üzelni. Nem jó. Így majd vennem kell még ezért száraz hát. Tehát most karácsony előtt már felesleges nekiállni ilyesmit keresni, mert a legtöbb cég úgy is leáll, és akkor nem kell. Viszont itt, mióta feltettem a csatornát, nincs ám ázás bent, szóval megállt. Azért nem ázik már, a beton kiszállt rendesen. Hú, jó idő van, ne? Jó fagyos. Nem baj, jobb ez, mint ez az állandó eső. Szóval napokig esett az eső. Azt fogom csinálni. Kiszedem belőle a vizet. Kipumpálom. Elvezetem onnan a vizet valahova. Azt kipumpálom belőle. Kivezetem az útra. Szét fog fagyni a francba. Ki kell nyitni a csapat, hogy ki tudjon folyni belőle a víz. Azt. Hát itt nem mentünk tovább semmit se. Jó, van, leteszem a kamerát, mert most van tényleg hideg van a kezemnek. Szóval a kezem fázik. A lapockám is fáj. Én nem tudom, mi ez a gyulladás. Azért a masszőröm kimasszírozott, de már ő is észlelte, hogy gyulladás. Van valami gyulladásom. Ja, én még pár nappal ezelőtt vetettem ám. Hogy elhiggyétek már, hogy én nem kertészkedek itt el. Ilyen jó időkben. Ide vetettem. Vetettem adag petrezselymet. Vetettem ide, meg hogy hívják ott? Madársalátát. Ide meg répát, retket. Kihasználjuk a jó időt, na. Na, itt tiszta sár minden. Jó, leteszem a kamerát, tényleg. Meg így nincs értelme. Fekete retek, nyami. Finom. Hát, szeregetünk belőle. Lehet, hogy nem húzzuk ki az összesen az egész telet, de azért mondhatni, úgyhogy a tél egy részére van zöldség. Valami finomság. Arra vagyok kíváncsi, hogy a saláták megérezték a hideget. Azt mondja, kérdezte, vegyen salátát. Mondom, hát egyszeri salátára szerintem lesz salátánk. Aztán lehet, hogy nem lesz. Húha, ez megérezte. Ennek nem szabadna megéreznie. Meg ennek sem, ez mind a kettő téli saláta.